Sok szülőnek nyújt segítséget a napközis tábor, hiszen így a nyári szünet alatt is biztonságban tudhatják gyermekeiket, még ha csak néhány hétig is. A Nagyotádi Közoktatási Intézmény június utolsó hetében indította el a tábor első turnusát, ám mindhárom hétre szép számmal jelentkeztek a gyerekek. Az előző turnusban 34-en voltak, ebben a turnusban most 28-an vagyunk, és hát elsősorban alsó tagozatos gyerekek, tehát egy első, második, harmadik osztályosok. A diákoknak a tábor nem csak megfelelő felügyeletet biztosít napközben, de új élményekkel is gazdagodhatnak a gyerekek. Az egyik dolog az biztos, hogy az, hogy a gyerekek elhelyezése az nem olyan egyszerű ebben a nyári időszakban, a másik meg az, hogy próbálunk olyan programokat, amelyek érdekesek, és a gyerekek maguk is szeretnének ugye jönni. Néhány diák azért jelentkezett a táborba, hogy megismerje azt az iskolát, ahova szeptembertől ő is járni fog. Én azért jöttem el ebbe a táborba, mert hogy a tesóm sem volt még ebben, és akkor most ebben az iskolában van, és akkor hogy azért így meg tudjuk nézni az egész iskolát is. Hogy jövőre hol lesz a osztálytermünk, meg ilyeneket. Emellett az is fontos, hogy a három általános iskolából érkező gyerekek is megismerjék egymást. Egész jól feltalálják magukat. Próbáltunk egy ilyen ismerkedős kommunikációs játékot velük. Arra annyira nem voltak fogékonyak, de most már egészen jól megbarátkoztak, és itt a játék az összehozza őket. A tábor ideje alatt a pedagógusok igyekeztek minél változatosabb programot biztosítani a gyerekeknek, így nem csak a Bárdos iskolában töltötték idejüket a táborozók, de a város több pontjára is ellátogattak a fiatalok. Ezen a héten hát egy ilyen kis ismerkedő délelőttel kezdtünk. Lesznek sportjátékok, strandlátogatás, hát reméljük, hogy az időjárás engedi, illetve lesz látogatás a Városi Könyvtárban, a Hadiparkba szervezünk egy kis kirándulást, lesznek kézműves foglalkozások, és szerda délelőtt egy nyelvi játékokat tanítunk. Ehhez a programhoz hasonlóan alakult mind a három hét, ám a külső helyszíneken kívül az iskolában folyó vetélkedőkön is szívesen vettek részt a gyerekek. Otthon unatkoznék is, meg a barátnőm is eljött, és itt sokkal jobb, mint otthon, mert itt sok izgalmas dolgokat csinálunk, meg tegnap voltunk a könyvtárban, megnéztünk egy ilyen rajzfilmet, meg lehetett színezni, meg olvasgatni, meg máma is jó, mert kidobó, meg itt az új iskolába. A gyerekek az iskolai játékok mellett minden héten egyszer a városi strandra is ellátogattak, melyet nagyon vártak a tábor során, és ahol sok élménnyel gazdagodtak a diákok.